A női csapat a legutóbbi bajnokságban újoncként negyedik lett az első ligában, ami várakozáson felüli eredmény volt. Az új bajnokságban dobogós helyezés lesz a cél. A felnőtt csapat mellett az utánpótlás is fontos, a klub egyre szélesebb bázisra támaszkodhat. Nagy öröm számunkra, hogy körülbelül 200 lány kézilabdázik a klubban, a szivacsosoktól kezdve egészen az ifjúságiakig. Ezt a számot mi bővíteni akarjuk azzal a céllal, hogy minél több gyerek sportoljon, minél több lány kapcsolódjon be a kézilabdába, és minél többet tudjuk őket versenyeztetni, és a cél az, hogy mindenki játszon. Létrehozták a szatmai igazgató posztját, amelyet Prikler Szilvia, a felnőtt csapat edzője tölt be. Mára kialakult a klub struktúrája. Amit én hiányoltam Dunaszerdahelyen, az ilyen egy szisztémába dolgozó csapat. Ezt én egy párszor mondtam, hogy jobb lenne összerakni a csapatokat, és most végre sikerült. A egész munka abban lesz, hogy meg lesz határozva, ki mit edz, hogy fogunk játszani, és minden ilyen egy ilyen irányba fog menni a női csapathoz, úgyhogy már lent a gyerekeket előkészítjük arra, a korosztályonként mi fog kelleni, és aztán, hogy a női csapatba egy irányba mindenki tudja Dunaszerdahelyen mit játszik, hogy játszik. Juhos Kata Budaörsről igazolt Dunaszerdahelyre. Kettős feladattal érkezett városunkba. A felnőtt csapat játékosa, valamint az U14-es csapat edzője lesz. Az a célom, hogy minél több gyereknek át tudjam adni a tudásomat, és nagyszerű sportolókat neveljek a lányokból, illetve mondhatom, az egész klub filozófiája az, hogy próbáljunk egy olyan légkört, olyan környezetet teremteni itt a lányoknak, hogy szeressenek itt Dunaszerdahelyen kézilabdázni, és ne akarjanak máshova igazolni. Játékosként jöttem a csapatnak segíteni. Az a cél, hogy minél jobb eredményt érjünk el. Tavaly a csapat negyedik lett, nagyon szeretnénk idén a dobogóra kerülni. A sajtótájékoztatón jelen volt Lakatos Rita is, aki az U20-as magyar női kézilabda válogatott tagjaként júliusban világbajnok lett. Annak idején Dunaszerdahelyen kezdett el kézilabdázni, és máig nem felejtette el, honnan indult. Mindig is Dunaszerdahelyen maradok, édesanyám, édesapám idevalósi, hogy inkább ugye elkecsiek, úgyhogy most is, tehát számomra az volt az üdülés, hogy hazajöttem, aztán az Elkecsi kavicsbányára elmehettem muszni egy jót, úgyhogy én ezt sose felejtem el, hogy honnan jöttem, és ugye mindig vágyom ide-vissza. A bajnokság szeptember 15-én rajtol. A klub távlati célja, hogy a női csapat néhány éven belül a közös csehszlovák ligában szerepeljen.